szép kislány, nincs a világon, mint Karolina. Rád is számítok, ott elől szavaz, hogy Karolina, Karolina. Széchy Pál zenei örökségét ápolja Gergely Róbert, színész, énekes, aki nosztalgikus hangulatot varázsolt szombaton délután a főtérre. A megunhatatlan örök slágereknek nagy sikere volt, hiszen sokan a fellépővel együtt énekelték a dalokat. Kortól teljesen függetlenül ezek a dalok ma már klasszikusak, azt kell, hogy mondjam. Széchy Pál és azok, akik már nem nincsenek köztünk, olyas valamit tettek le a magyar könnyű zene asztalára, amiből mind a mai napig táplálkozunk, ami a miénk, ami halálosan magyar. A könnyed dallamokat felváltotta az R&B és a pop. Dérheni a legújabb dalaiban a rap tudását csillogtatja meg. Az új zenei vonalról most őszintén mesélt az énekesnő stábunknak. Nyilván én is, mint a többi, velem egykorú lány. Gangsta Zoli, Dopmenen, hasonló nagy rappereken, Animelkedivel szenőttünk fel, ahol bizony nem kimérték a női nemet, mint olyat, és a himsovinizmus az ugye nagyon nagy erőkkel jellemzi a férfi rappereket, és én soha nem láttam egy olyan ellenpontot, női vonatkozásban, aki méltóképpen a mérleget kiegyenlíteni, és így felvállaltam, hogy ebben a korban már azt gondolom, hogy méltó hitelességgel, én merem vinni ezt a zászlót. A Vajdaságból származó magyar énekesnőt Kocsis Tibor váltotta, akit a nézők a 2011-es X-faktorból ismerhetnek, mivel megnyerte a tehetségkutatót. Az előadó a tévés szereplései alatt előadott dalokkal és saját szerzeményeivel érkezett a Városnapra. Mindig a saját dalt fémjel ez egy előadót leginkább. Én mindig abban tudom legjobban beletenni a személyiségemet. A legtöbb dalomnak szerzője is vagyok, vagy a szöveget, vagy a zenét én alkotom, és ebből adódom mindig izgalmas az, hogy a közönség ezekre a dalokra hogy rezonál, hogy reagál, és ezért nagyon szeretem. Nagyon sajnálom, hogy nem vagyunk egy hónappal később, mert a Hennyvel van egy duettem, ami még nincsen kész, mert most itt árulom el először, hogy készülünk a Dérhennyvel egy közös duettel, amit jövő hét kedden fogunk a stúdióban felénekelni, úgyhogy a legközelebb jövök Makóra, akkor valószínűleg már ezt is el fogjuk akár együtt is énekelni. Az este további jó hangulatáról pedig a The Beepers gondoskodott. A zenei repertoárban leginkább a saját dalok dominálnak, mint a Rakjuk Össze című szám is, amely személyes kedvence Puskás Petinek. Igazából a színházak éjszakájára készült, és az inspirált benne, hogy most egy olyan dalt kell írni, amiben megszólítunk fiatalokat, megszólít egy nagy közönséget, és mégis ezen a dalon keresztül, ami hogy fogalma közegünket, a színész, a művész, a kreatív közeget próbáljuk eljuttatni, és az, hogy büszke legyen mind a két oldal. Tehát, hogy a közönség szeresse, jól szórakozzon rajta, és amikor a színészek azt mondja, hogy de jó, a Beepers írta ennek az évnek a színházak éjszakának dalát, akkor azt mondja, hogy de jó, ez egy jó oldal, és ezt így büszkén vállalom fel. A sztár fellépőket pedig egy helyi banda váltotta, a The Guard, akik szintén a fergeteges hangulatot vitték tovább a kikapcsolódni vágyók nagy örömére.